Hogy vagy, fiam? Fiam? Néma vagy talán? Régen gyontál utoljára? Igen. Akarod, hogy segítsek? Nem kell. Emlékszem. Oldozz fel, atyám, mert vétkeztem. Aha. És pontosan mikor gyóntál utoljára? Nem tudom. Régen. Gyerekkoromban. Nos, nyugalom, olyan ez is, mint a biciklizés. Fiam, az idő kincs. És ami azt illeti, vendégem jön ebédre. Sőt, tulajdonképpen ő... Atyám, azt hiszem, szörnyű bűnt követtem el. Mi a bűnöd, fiam? Nem tudom. Majd ön megmondja. Meddig utazol? Azt tudom, hogy merre, de... Meddig mész? Tudsz szájról olvasni? Száz kilométer, 150, de melyik város? Na jó, majd veregesd meg a vállam, ha ki akarsz szállni. Bárha van konkrét úti célod. Jó, tudom. Süket a telefon. Lehet jobb is neked. Elnézést, atyám, hogy ilyen sokáig tart. Próbálnám gyorsítani, de nem tudom, hogyan. Semmi baj. Érdekel a folytatás. De a vendége a... Megvár. Az úr szolgálatában végzett munka előbbre való. Fiam, kirabolt a stoppos? Nem. Ha csak a lelki békémet nem tekintjük, az számít? A lehető leghatározottabban. Hát akkor mit tett veled? Semmit. Csak bámult ki az ablakon. És te mit tettél? A feleségemről beszéltem. Vagyis...
Szittem a feleségem. Ordítoztam róla. Mindennek elmondtam a feleségem. Süket néma volt, érti? Mondhattam bármit, nem kellett félnem a választól. Süket volt, néma volt, és aludt is a kurva életbe. Elnézést, atyám. És mit mondtál róla? Elmondtam, hogy... 54 éves. Én meg 50. Barbarával 26 éve vagyunk házasok. Van egy lányunk. Az én drága Kingám. Most egyetemre jár. Igazság szerint nem tudom, hogy meddig, mert a feleségem két hete megdöbbentő dolgot tett. Kiderült róla, hogy szeretőt tart. Minden előjel nélkül. Ő csak csődőrnek hívja. Egy tanár. Kiderült, hogy amíg azt hittem, hogy könyvklubban van, addig ő a csődört lovagolta a közeli Mámor motelben. Ezen nem tudok napirendre térni, már csak azért sem, mert ez azt jelenti, hogy 52 évesen szűrte össze a levet ezzel a bájgúnárral, akit egyébként Robertnek hívnak. Kibaszott 52 évesen! Szemüveg nélkül nem találja meg a gyógyszerét az Isten szerelmére! Erre összeszedi ezt a fickót! Megteremtem neki a házat, a kocsit. Ő meg fogja és eldobja az egészet, hogy részegen kefélhessen ezzel a bájgúnárral, aki... Most figyelj, aki kibaszott 60! Sokat utazom, ez igaz. Tavaly 300 napnál is többet. A gyerek egyetemre ment. Barbara egyedül maradt. Az én hibám. Az egész úgy, ahogy van. El se hinnéd, milyen jó, hogy felvettelek. Ez már nagyon kikívánkozott belőlem. És azt hiszem, hogy elmondtam volna az üres kocsiban is, de... Az nem lett volna ugyanaz. Érti, atyám? Persze, hogy értem. Ékes bizonyítéka annak, hogy a gyónás jót tesz a léleknek. És mit tett még a feleséged azon kívül, hogy vétkezett a... csődörrel? Hát... ott volt az a rengeteg fehér nemű. Fehér nemüket vett. A vendégszoba szekrényébe rejtette őket. Tele volt velük. Tele volt bugyival. Azt mondta a csődör, bugyirajongó. Ki akarta fejteni, de nem hagytam neki. Értettem éppen eléggé. Viszont jó cuccok voltak. Csupa márkás holmi. Elképzeltem, ahogy beveszi a vérnyomás csökkentőjét. Aztán belebújik a legújabb tangájába is. A legsúlyosabb, hogy a legtöbbjét fel se próbálta. Ez volt az előjátékuk, bazd meg! A bugyigyűjtés! Ez sajnos még nem a legrosszabb. Amikor megkérdeztem, honnan volt pénze rájuk, elérkeztünk a sikkasztáshoz. Sikkasztás. Barbara az oktatási hivatalnak dolgozott. A megyei kirendeltségen. Egyébként a munkahelyétől nem messze van a Mámor motel, ahol élvezkedtek. És mi volt a munkája? Gazdasági vezető volt. Közvetlen a főnök alatt. Aki persze politikai kegyenc volt. Azt se tudja, mennyi kétszer kettő. Így aztán Barbara rendelkezett a tömérdek mennyiségű pénzről. És ebből adódott a több milliós sikkasztás. Ébren vagy, haver? Ezt nemnek veszem. Hol is tartottam?
Igen, az állami felügyelők vizsgálódni kezdtek. Nem kellett sok idő, hogy egy-kettőre kiderüljön a csalás. Én meg folyton azt kérdezgettem tőle, hogy... hogy tudott annyi pénzt elkölteni bugyikra? Nem éreztem haragot. Őszintén kíváncsi voltam. Válasz letaglózott. Szerencsejátékozni kezdtek, hogy majd a nyereményből visszarakják a pénzt. Valószínűleg több sorsjegyet vettek, mint egész eddigi életükben. Állítása szerint csak novemberben kb. 2000-et. Egyszer januárban, amikor épp körúton voltam, hogy megkeressem az árát a kabátnak, amit karácsonyra vettem neki, kiruccantak pókerezni, és buktak egy elég nagyot. De azt mondta, nem is szerették. A sorsjegy volt a kedvenc. Persze egyre többet toltak bele, mert sose jött be. Szánalmas, nem. Valaki azt hiszi, hogy sorsjeggyel fog szakítani. Élsz végig, öreg. Oké. Csak biztos akartam lenni. Ha csak a fehér nemükről lett volna szó, és pár elbukott ilyen-olyan játszmáról, talán rendezni tudtam volna a dolgot. Elég sokat felhalmoztak abból is, de talán megoldottam volna. Jelzálogból, vagy fene tudja. Csak is a lányunk miatt. Nem érdemli meg, hogy így kezdje az életét. Csontvázzal a szekrényben. Kaparós sorsjegyet vettek, igaz? A szerencsejáték ZRT szerint nagy eséllyel nyer. Úgy beszél atyám, mint aki tapasztalta az ellenkezőjét. Időről időre. Azt mondogatván magamnak, hogy ha sokat nyerek, azt mind a templomra költöm. Megkockáztatok hetente 200-at. Néha 5-öt. És egyszer vettem 1000-ért, de csak egyetlen egyszer. Eddig még. És utoljára, hidd el, fiam. Igazán érdekfeszítő a történeted, de nem haladhatnánk tovább? Isten szolgája vagyok, de nem szeretném még azt érezni, hogy örökre. És eléggé szeretem a csirke salátát. Mindjárt vége. Most mivel már játszott, azt hiszem érti a lényeget. Kaparós sorsjegyet bárhol lehet venni. Automatából is, még személyes kontaktust sem igényel. Lehetetlen leállni vele. Mire Barbara bevallotta, már jócskán rákaptak. A nagy nyeremény reményében. Ha vettek 10 000-ért, a legjobb esetben is, ha visszanyertek belőle 800-at. Szánalmas. Megverted, ugye? Ezért vagy itt? Nem. Meg akartam ölni. Nem azért, mert megcsalt, hanem a pénz miatt. A megcsalást még fel sem fogtam teljesen a toronyi fehér neművel együtt. De egy ujjal sem értem hozzá. Nem volt hozzá erőm. Maga szerint ez fura? Nem. Megkérdeztem tőle, hogyan tehetett velem ilyet. Hogyan lehetett ennyire felelőtlen? Erre ő visszakérdezett. Hogyan lehetséges, hogy nem tudtad? Mert nem érdekelt. Mindig úton voltál. Úton akartál lenni. Már vagy 10 éve nem érdekel, hogy milyen fehér nemű van rajtam. Éppen ezért az sem, aki benne van. Akkor most mi lesz? Azt hiszem, börtönbe kerülök. Úgy értem, most.
Elköltözöm. A motelba. A bíróságon találkozunk. Hozd a csődört is. Jesszusom, már ilyen régóta megyünk. Hát jól elvittelek a fenébe. Figyelj, itt egy pihenőhely. Lehúzódok és eldöntöd, hogy mit akarsz. Na? Hova utazol? Már elég messzire elvittelek. Szóval csak úgy kóborolsz, mi? Á, igen, úgy van. Tudod mit? Te végighallgattad a bajaimat, ezért addig mész, amíg akarsz. Akkor szállsz ki, amikor csak akarsz. Megegyeztünk? Te most brunyálnom kell, kiszállok. Neked nem kell? Nem arról van szó. Baszd meg! Basszátok meg mindketten! Hozzon neked szerencsét, ha már nekem nem hozott. Édes Istenem. És a lányod? Hazajött. Itthon van velem. Erős lány, túl leszünk rajta.
Semmit sem tud a sikkasztásról. És ha minden jó, majd nem is fog tudni. A biztosító hatalmas összeget fizet. Meg fogom tudni oldani a visszafizetést. Fiam, ugyan nem béreltél föl senkit. A rendőrök is gyanakodtak. A válaszom nem. Szikla Szilárd alibim van. Plusz az előzmények fényében nem nagyon tudtam volna nagyobb összeget bárkinek is kifizetni. Atyám, kinyitná az ablakot. Mutatnék valamit. Mikor kaptad vissza? A motelben volt? Nem a motelben volt. A házunkban, a komódon. Az esküvői képünk mellett. Édes Istenem. A forgalmiból simán kinézhette a címet, amíg én a dolgomat intéztem. És te még a motel nevét is megmondtad. Majdnem biztos voltam benne, hogy Néma. De az biztos, hogy nem volt süket. A füzér mellett volt egy cetli. Köszönöm a fuvart. Nem semmi. Elmondtad ezt a rendőrségnek is? Persze, az egész történetet. Sejtik ki lehet. Azt mondják, évek óta kóborul a környéken. De eddig csak pár kocsmai verekedés volt a számláján. Azt mondják, időkérdése is elkapják, mert nem túl okos. Engem mégis sikerült átvernie. Valóban átvert? Vagy tudtad jól, hogy a szavait halló, mi több megértő fülekre találnak? Ez a kulcskérdés. Nem. Nem vert át. És örülsz, hogy a feleséged és a szeretője meghalt? Megkönnyebbültem. Sajnálom, atyám, de elnézve, amit okozott, megkönnyebbültem. Ez bűn. Igen, fiam. Ez bűn. Sajnálom, ha ünneprontó vagyok. Fel tud oldozni. 20 üdvözlégy, Mária. 10 a könyörületesség hiánya miatt, ami súlyos, de nem halálos bűn. És a másik 10? Mert káromkodtál a gyontató fülkében. Sajnálom, hogy eddig raboltam az idejét. Már biztosan éhes. Ami azt illeti, fiam, elment az étvágyam. Mondd, fiam, egészen biztos vagy benne, hogy nem adtál engedélyt a fickónak? Nem bátorított? Egészen biztos vagyok. Gondolja, hogy lehetséges, hogy Isten küldte hozzám őt. Ez Isten káromlás. Újabb 10 üdvözlégy, Mária. Akarsz még valamit mondani, vagy végeztünk? Végeztünk, atyám. Akkor hát feloldozlak. Menj utadra, és ne védkezz többé, és vigyázz a lányodra. Igen, atyám. Kérdezhetek még valamit, fiam? Természetesen. A rendőrség szerint biztosan elkapják, igaz? Szerintük időkérdése. A kérdésem az, akarod-e, hogy elkapják? Figyelmeztetlek, hogy a hazugságért 10 mi atyánk jár. Persze, hogy akarom. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te országod.